Képzési központ létesítése, kőbányai vállalkozások segítése, 5 év alatt 1,4 millió eurós településfejlesztési hozzájárulás és közlekedési fejlesztések. Mindezt vállalta a BOS a kőbányai önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben, amelyet rendkívüli testületi ülésen fogadtak el. A megállapodás országos viszonylatban is egyedülálló elemei az elkövetkező 5 esztendőben jelentős hatással lesznek Kőbánya fejlődésére. Polgármesteri aláírás és pecsét, ennek nyomán pedig zöld utat kapott Kőbányán az újabb csúcstechnológiai központ, a második BOS fejlesztőközpont építésének következő szakasza. A megállapodásra kezet is fogtak a partnerek, jelezve, hogy mind az autóipari multinak, mind Kőbányának előnyös a beruházás, amelyről a hivatalos aláírás előtt döntött a testület. Első napirendi pontunk a Robert Bosch Kft.-re kötendő településrendezési szerződés, az arról szóló előterjesztés. Üdvözlöm vendégeinket, Tárai Gábor urat, a Robert Bosch Kft. Alelnökét, és Gyurka Szilárdot, a Gyömbölyi úti beruházás projekt vezetőjét. Ugyan a teremben már vannak sokan, akik nagyon sokat tudnak mindenről, hiszen ennek a projektnek az előkészítése évekkel ezelőtt megkezdődött, és nagyon megfeszített munkával sokan, és köszönöm ezt mindenkinek, aki a hivatalból ebben közreműködött, megfeszített munkával nagyon sokan dolgoztak azért, hogy a szabályozási környezet, maga a szerződés, amiről ma tárgyalni fogunk, az ilyen formában a testület elé tudjon kerülni. A Robert Bosch képviseletében Tárai Gábor alelnök foglalta össze az újabb jelentős fejlesztés hátterét. Mi is az, amit itt a Bosch meg kíván valósítani? Ugye az köztudott a képviselőtestületnek, hogy a Gyömbölyi út 104 alatt található jelenleg az egyik fejlesztő, kutatófejlesztő központunk, amely Németországon kívül itt Európában a legnagyobb központ, idestova 3000 munkatársunk dolgozik itt, és fejlesztünk különböző autóipari, elektronikai termékeket, amelyeket részben aztán itt Magyarországon is gyártunk, például a 60-i vagy az EGRI gyárainkban. A tovább fejlesztése ennek a központnak az indokolja, hogy a piac eléggé megváltozik mostanában, és mint önök előtt is ismert, az automata gépjármű vezetői rendszerek, illetve az elektromos gépjárművek térhódítása az hát robbanásszerű, hogyha szabad ezt a szót használnom, és ez elképesztő mértékig megnöveli a fejlesztési kapacitás igényt. Ennek érdekében a BOS úgy döntött, hogy a régióban Magyarországon kívánja ezt a kapacitást kiépíteni, és mivel itt már van egy infrastruktúránk, és egyébként nagyon jó az együttműködésünk önökkel, ezért a bővítés mellett döntöttünk. A bővítés az a Sibrik-Gyömrői Vasgyár-Vaspálya utca térségben fog megvalósulni, ugye a parterületen már megkezdtük az előkészítési munkákat, és több ütemben tervezünk itt építkezni. Amelyről a mai napon beszámolni tudok, az az első ütem, amely mintegy 60 000 négyzetméteres területtől. Kőbánya általános fejlesztési törekvéseibe is jól illeszkedik az újabb BOS beruházás, ez derült ki Papp Sándor alpolgármester szavaiból. A Robert BOS vállalja, hogy 5 éven keresztül évente 250 000 euróval hozzájárul a kerület fejlesztési forrásaihoz. Ez 5 év alatt ugye 1 250 000 euró lesz, ami többletforrás a kerület fejlesztési büdzséjébe. Vállalja, hogy egyszeri további 118 millió forinttal hozzájárul az ingatlanok rendezése kapcsán, ugye itt a megfelelő terekviszonyok kialakításához szükséges lesz kisebb, nagyobb ingatlan részek cseréje, illetve lakóépületnek a kiürítése, bontása. És ahogy a maga a projekt halad előre, a tesztpályához, illetve a projekt második ütemének a megvalósításához szükség lesz olyan a munkahelyi övezetbe beragadt lakóépületeknek is az ürítésére és bontására, amire természetesen a forrás nem az önkormányzatnak kell állni, ezt a Robert Bosch fogja biztosítani, illetve megvásárolja majd a területet a végén, amelyek nek városrendezési szempontból és élhetőségi szempontból is egyre kevésbé van már helye ebben a tömbben. Kőbánya néhány évtizeddel ezelőtt a porcelángyár és a téglagyárnak a kerülete volt, ipari kerület, amit az előző rendszerben mesterségesen erőltetve fölfejlesztettek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
a szemünk láttára változik át a kőbánya, a Richter, a Robert Bosch, az Aegis, a Cevafilaxia kerületévé, és egy magas hozzáadott értékű, nagyon magas minőségű ipari kerületté kezd transformálódni. A projekt nekem azért is különösen kedves, mert én azt szoktam mondani, hogy Kőbánya sorsát nagyon sok szempontból azt fogja meghatározni, hogy azokat a rozsdővezeteket, amik beragadtak ezekből a régi időkből, azokat a régi gyárterületeket hogy tudjuk rehabilitálni. Tulajdonképpen itt egynek a bontása már meg is történt, és a helyén egy 21. századi modern beruházás fog következni. A tervek szerint 2020-ra készül el az önvezető autókkal és az elektromos mobilitással kapcsolatos kutatófejlesztő központ, amelynek munkaneve Bosch Campus 2. A vasárnapi istentiszteletet követően megkoszorúzták Berecki Endre emléktábláját az Ihász utcai református templomban. Nem kis felelősséget és nem kevés feladatot hagytak ránk elődeink. Hálás szívvel emlékezünk rájuk. Köszönjük hitüket, köszönjük munkájukat. A maguk idejében és lehetőségeihez mérten elvégzett munkájukért hálásak vagyunk. A mi feladatunk, hogy az utókor is hálás szívvel emlékezhessen rejánk, az, hogy mi magunk is megtegyük mindazt, ami tőlünk telik. Mindenek előtt sok-sok imádsággal, odaadással, a magunk feladatait, ahogyan hallottuk az ige hirdetésben is, kényelmét háttérbe helyezve és fáradtságot nem ismerve. Mi, mint a gyülekezetnek a lelkészei, ha Isten erőt és egészséget ad, ezek szerint szeretnénk eljárni a következő években is, és erre bíztatom presbiter testvéreimet és a gyülekezet minden tagját. A maga idejében Berecki Endre felismerte, és nem csak felismerte, de el is végezte a rábízott feladatokat. Ma rajtunk a sor, ma mi vagyunk Berecki Endrék, ismerjük fel és végezzük is el az elvégzendő feladatokat. Mivel az elején igét nem olvastam, most egy igével fejezem be, a 127. Zsoltár első és második verse így szól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Isten áldjon meg mindnyájunkat. Most pedig tisztelettel és szeretettel felkérem polgármester urat, mondja el köszöntő szavait. Nekünk utódoknak úgy vélem, hogy kutya kötelességünk mindig emlékezni az elődökre, azokra az elődökre, akik ennek a városnak is a történetében, a régmúltjában megteremtették azokat az alapokat, amelyek mentén mi élhetjük a mai életünket, a mai világunkat. Idestova 100 esztendeje annak, hogy Berecki Endre már a mennyből szemléli, mi történik abban a kerületben, amelynek bátran mondhatjuk, az alapköveit ő tette le, vagy ő is hozzájárult ahhoz, hogy ezeket az alapköveket le lehessen tenni. Nem a szó fizikai értelmében természetesen, de mégsem érzem túlzásnak ezt a megállapítást, hiszen 1873-ban lett Kőbánya önálló városrész, Óhegy dűlő Kőbánya névem, és ekkor választották meg őt körorvosnak. És ekkor kezdte el építeni azt a közösséget, amely a mai napig Kőbánya egyik legfontosabb alappillérét adja. Amikor Berecki Endre a Halom utca 10-be költözött, Kőbányának mindössze 5000 lakosa volt. Mikor elhunyt, már jóval több, mint 50 000. Az 1870-es népszámlálási eredmények szerint a kőbányaiak mindössze 20%-a volt helyben lakó, vagy itteni benszülött, így is fogalmazhatnánk. Az ipari munkások más városrészekből, más településekről, sőt nagyon sokan Ausztria területéről érkeztek. A lakosság harmada kétkezi fizikai munkás volt, a szőlőkben végzett napszámból,
élt, míg a szellemi szolgálattevők mindössze a lakosság 130%-át tették ki, egy városi hivatalnok, egy ügyvéd és 3 állami hivatalnok élt itt, valamint 4 egészségügyi és 8 nevelésügyi dolgozó, 2 művészember. A számok jól mutatják, hogy abban az időben fővárosi viszonylatban bizony Kőbánya nagyon elmaradt a város többi részétől. Sok képzetlen ember élt itt, sok szegény ember élt itt. Kevesen voltak, akik a város, a közösség életét előrébb tudták volna vinni, de Berecki Endre meglátta a lehetőséget, és azt a lehetőséget nem másban látta meg a kerület fejlesztésében, hogy a hit az, ami kitörési pontot jelenthet, amely elindíthatja Kőbányát a fejlődés útján. Azon túl, hogy Berecki Endre tevékenységének köszönhetően egy maroknyi kőbányai reformátusból a 20. század minden viharát átvészelő, a kerület arculatát formáló, máig erős gyülekezet kovácsolódott, megteremtődött egy olyan fejlődő közösség alapja, amely a mai napig igazadási pontot jelent Kőbánya életében. Ezért nem csak a református egyházközség, hanem egész Kőbánya hálával tartozik. Hálával tartozik azért az áldozatos munkáért, amelyet Berecki Endre végzett. Munkája nyomán összefogtak az itt élők, hogy a református gyülekezet templomot építsen. A római katolikus vallású Kovács József ácsmester átengedte a Füzér út 17 szám alatti házának udvarát, hogy istentiszteletet tarthassanak. Később Almási Balog Albér rendőrkapitány házában, az Állomás utca 26-ban gyűltek össze a hívek, majd a templom javára tartott jótékonysági bálon Kőbánya lakói vallás és nyelvi különbségek nélkül 805 forintot adtak össze a nemes célra. Ez már elég volt ahhoz, hogy a templom telket is megadja a főváros. És az az összefogás, ami a kezdeteket jellemezte, a templom építése, a közösségformálás, azt gondolom példaértékű módon volt jelen abban az időben is Kőbánya életében, hiszen összefogott a kőbányai közösség. 236 aláíró jogérvényes kötelezvényen ajánlott majdnem 7000 forintot, más hitfelekezetűek pedig csaknem 1000 forintot adtak össze. Az adományozók között volt majoros, napszámos, huvaros, polgári iskola igazgatója, kovácsmester, hentes, sörgyáros, állatorvos, tanító, vendéglős, állomásfőnök, gyári számvevő, ahogy ezt ki tudjuk deríteni a régi okmányokból, és volt egy 30000 forintos hozzájárulás is. A kőbányai gyárak is kivették a részüket az építkezésből. A Ganzéstársa részvénytársaság, az első magyar részvénycserfőzde, a Magyar Kerámia Társaság részvénytársaság, téglagyárak, a lámpagyár, akik a bronzírozott csillát ajánlották föl. Adomány volt a majd 5 mázsás harang, az országos hírű orgona. Mire 1905-re teljesen elkészült a templom, és 1907-ben megalakult az egyházközség, Kőbányán a kezdeti 700 főről 7000 főre nőtt a gyülekezet létszáma, egy az átlagnál sokkal több római katolikus számláló kerületben. Jól mutatja ennek a közösségnek az összetartását és erejét, hogy a bővülő lakosságszámú, az iporosodó Kőbánya fejlődés kihasználva szó szerint a semmiből épített önálló egyházközséget és templomot. Ráadásul, amikor az evangélikusoknak nem lett saját templomuk, 20 éven át a református hittestvérek templomában tartották az istentiszteletet. Azt hiszem, hogy Berecki Endre látja odafentről Kőbányát, és ha látja, akkor elégedetten bólogat, hiszen mi is azokra az alapkövekre építkezünk, amelyet annak idején ő tett le. Mindannyian jól emlékezünk arra, hogy 10 évvel ezelőtt honnan indultunk a munkával, és mi, amikor kőbányaiak összefogtunk, hogy közös erővel egy újraépítkezést indítsunk el, hová tudtunk eljutni az elmúlt 10 évben. Abból a hitből, kitartásból merítettünk mi is erőt, amellyel Berecki Endre végezte a munkáját. Jó érzés egy olyan közösség tagjának lenni, amely erre építkezik, jó érzés ilyen nagyszerű elődök munkájára támaszkodni a mindennapokban ma is. Jó érzés, még egyszer mondom, ennek a közösségnek a tagjának lenni, és köszönöm szépen azt az áldozatos tevékenységet, közösségépítést, amelyet a reformátusok végeznek ma is Kőbányán. Hiszem benne, hogy az összefogásunk az,
megadja azt a további erőt, megadja azt a lendületet, amely Kőbányának egy szép, fejlődő jövőt hozhat. Úgyhogy köszönjük Berecki Endrének, és köszönjük az utódoknak. Gyönyörű napon kerül sor erre a kőbányai rendezvényre. Ebédosztás és csomagosztás, miről van szó, miért szánták el magukat erre? Hát én nagyon nagy örömöm van abban, hogy olyan munkatársakkal dolgozok, akik proaktívan kitalálják az adott területnek és az adott térségnek, vagy itt az adott kerületnek, hogy mire van szükség az itt élő embereknek, és hogy milyen segítséget tudunk nyújtani a baptista szeretetszolgálat, hogy elkötelezett híve annak, hogy segítsünk a rászorulóknak, segítsünk azoknak, akik bajban vannak, és ezt mindig megtalálni, és mindig jól megtalálni nem könnyű feladat. És ezért vagyok hálás a kollégáimnak, hogy egy olyan programot szerveztek, ami látjuk, hogy öröme van a kerületnek, öröme van az itt élő embereknek, hogy ételt oszthatunk, ruhát oszthatunk, és egyéb meglepetés csomagot oszthatunk olyan embereknek, akiknek erre valójában szükségük van. Ez itt ugye egy kitelepülés, hiszen egy állandó helyszínen, amelyről folyamatosan beszámolunk, zajlik a hasonló jellegű tevékenység. Általában milyen tapasztalataik vannak, hiszen egy év 365 napból áll, mennyire van szükség erre a feladatra, amit önök ellátnak? Hát természetesen maga az ilyen jellegű, mondjuk így, hogy meglepetés akciókra, azért szezonálisan látjuk azt, hogy mikor, mire van szükség. Ugye most hamarosan jön a rossz idő, ezért gondoltuk azt, hogy a ruhaosztás az biztos, hogy egy jó alkalom lehet nyáron. Általában azért sokkal jobban feltalálják magukat az emberek télen, amikor rosszabb az idő, vagy hűs idő esetén, vagy egyáltalán olyan időszakokat kell megtalálnunk, amikor az emberek nyitottak erre, és szükségük is van rá. Tehát jelen pillanatban maga az ételosztás, ugye ez olyan jellegű dolog, amit általában folyamatosan végzünk az adott telephelyeinken. Ugye itt a kerületben is van két állandó jelenlétünk, ugye a Bánya utcában, meg a Maglódi úton. A utóbbi helyen rendszeresen van ételosztás, de a főváros különböző pontjain vagyunk állandó jelleggel, mint akár átmeneti szállásokkal, meg ételosztásokkal. Na most az, hogy kitelepültünk, az hét elején az időjárás figyelve kicsit izgultunk, hogy ez a mai nap tudjon jól sikerülni, az időjárás megengedje arra, hogy egy nyílt téren lévő ilyen akciót tudjunk szervezni, úgyhogy hálásak is vagyunk ezért a mindenhatónak, hogy ez sikerült, ezt majd megoldanunk a mai nap. Egyébként hogy van a tisztelt baptista szeretett szolgálat, milyen kihívásokkal néznek szembe? Hát köszönjük szépen, jól vagyunk. Nagyon sok különböző programot működtetünk. Ugye a baptista szeretetszolgálat jelen van az ország különböző pontján szociális ellátások sokkal, jelen van oktatási intézményeink keresztül, és most már azt mondhatjuk, hogy első egészségügyi intézményünket is hát nem megnyitottuk, de hát működtetjük, mert a Törökbánytól lévő gyermekhospice az a baptista szeretetszolgálatnak a fenntartásában működik. Úgyhogy különböző programokkal és pályázatokkal próbáljuk fejleszteni szervezetünket, különböző lehetőségeket próbálunk megragadni, hogy arra ellátottakat és a rászorulókat még inkább és még jobban személyre szabottan tudjunk megközelíteni, ellátni, segíteni és meglátni azokat a lehetőségeket, ahol tényleg szükség van ránk. Ez a rendezvény itt a baptista szeretetszolgálat rendezvénye, viszont azt tudva lévő, hogy a kőbányai önkormányzat szorosan együttműködik a szeretetszolgálattal, miközben saját maga is ellát egy csomó olyan szociális feladatot, amely valahol ebbe a körbe is tartozik. Hogy egyeztetik össze ezeket a dolgokat? Azt gondolom, hogy jól ellátni egy feladatot úgy lehet, hogyha minden szereplővel tartjuk a kapcsolatot, hiszen ugye akár egy egyházi szervezet és akár egy civil csapat egészen más oldalról tud megközelíteni mondjuk egy szegény embert vagy egy hajléktalant. Sok esetben az intézmény az egy kicsit mindig elidegenít és mindig egy kicsit távolságot tartó, és ezért nekünk az a feladatunk és kötelességünk, hogy mindenkivel együttműködjünk, aki valamilyen szinten a rászorulókkal foglalkozik. Ez hogy működik itt Kőbányán? Mondjuk sokféle információ hozzáférhető erről, de ha ezt az évet vesszük alapul, akkor mit lát?
Hát kiváló kapcsolatunk van mindenkivel, tehát nyilván egymással is folyamatosan beszélünk. Megkeresnek, amikor szeretnének egy ilyen akciót tartani, megkérdezzük, mire van szükségünk. Ugye a legújabb fejlődés most a Baptista Szeretett Szolgálat az Élelmiszerbankkal kötött egy szerződést, és ennek kapcsán a különböző nagyáruházakból megkapnak olyan élelmiszerárukat, amik még használhatók, de viszonylag közel van a lejáratuk, és ezeket is be tudják vonni ebbe a működésbe, és ezekből is tudnak ajándékozni. Nyilván minden ilyen új alkalommal megnéz az önkormányzat, mit tud segíteni. Most azt vizsgáljuk, hogy valami fajta hűtő kialakítással, vagy hűtő, kocsi, konténer megoldással, hogy tudnánk a segítségük lenni abban, hogy ezeket az árukat megbízhatóan tudják tárolni, akár egy pár nappal tovább is. A kőbányai napsugártermelői piacon a felajánlók saját termékeiből összeállított élelmiszercsomagjait kapták a rászorulók. Olyan könnyedén jött ez az ötlet, hogy segítsünk valahogy a rászorulókon és a nagycsaládosokon, főleg akik iskolába engedték a gyerekeket, és mostan szűkösebb a kassa, így próbálunk segíteni tulajdonképpen egy kis élelmiszercsomaggal. A mostani adományoknak az az apropója, hogy ugye elindult a tanév, ami elég sok kiadással jár. Igen, nagyon sok kiadással jár. A napsugártermelő piac az azért van, hogy mindenki segítsen, akin csak tud. Itt a lényeg az nem az, hogy vásárolni járjanak az emberek csak vásárolni, hanem az, hogy kapunk is valamit, és adunk is valamit cserébe. És akkor megjött az ötlet, és akkor kik voltak azok, akik segítettek ennek a megvalósításában? Hogy néz ki ez az egész? Az összes termelő, mindenki egyhangúan benne volt, és mindenki segíteni akart, és segített is. Mindenki adott valamit, mik találhatóak ezekben a csomagokban? Ezekben a csomagokban gyümölcsök találhatók, kecskesajtók, kecsketej, tehéntúró, töpörtyű, zsírok, alma, krumpli, rengeteg minden. Minden termelő adott valamit. Amire szükségünk van, vagy ami megtalálható a piacon, abból mindenből jutott egy kevés. És hogyan találták meg azokat, akiknek a leginkább szükségük van a csomagokra? Megkértük az önkormányzatot, hogy segítsen. Ők ugye úgy tudtak segíteni, hogy a Bárkások címét megadták, és a Bárka tulajdonképpen ők azok, akik elküldték ezt a listát. 60 csomagra szól ez a lista, 60 ember, 60 család tulajdonképpen, és ők kapják ezt meg. Gondolom, ők a nagycsaládosok és a legjobban rászoruló. Terveznek-e a későbbiekben is hasonló vagy más jellegű akciókat? Természetesen. Mindig kitalálunk valamit, ötletesek vagyunk, nem hagyjuk abba. És milyen érzés itt állni és osztogatni és találkozni azokkal szemtől szembe, akik megkapják a segítséget? Nagyon jó érzés, hálásak érte. És ez nagyon jól esik nekünk, mert szívvel lélek adtuk mi is. Hogyan értesültek arról, hogy itt segíteni lehet? A Napsugártól és önkormányzatból Radványi Gábor. És akkor összeszedtem a nyugdíjas társaimat, és akkor segítünk az embereknek, amiket úgy felajánlottak itt a piacon, és boldogan, szívesen csináljuk. Önök azok, ha jól tudom, akik összeválogatták, illetve akik osztogatják, és jól tudom-e? Igen, nagyon jól tudja, hogy mi dolgoztunk. Összeválogattuk a csomagokat, és szívesen adjuk oda. Mióta vannak itt, és mióta készülnek? Hát reggel fél nyolctól itt vagyunk. Jó sokat dolgozunk, de mink ilyen szorgalmas emberek vagyunk. És általában vannak más helyek is, ahol van mondjuk segíteni? Hát szoktunk, itt mindig csináltunk már lecsót, tojásos nokedlét, úgyhogy mindig itt vagyunk, segítőkészek vagyunk. A világszerte nagyra értékelt Gordon módszer az emberi kapcsolatokat alapjaiban elemzi és alakítja. Eredményes nevelésre tanít szülőt és tanárt, kölcsönösen boldog együttélésre feleséget és férjet, bárkit, aki jobb kapcsolatokat akar maga körül. Ezeken belül a legfontosabb talán mégiscsak a gyermekeinkkel való kapcsolat, melyet dr. Thomas Gordon is felismert. Az ő szülői eredményességi tréningje úttörő modell a gyermeknevelésben, amely már szülők millióinak segített világszerte. Ezen gondolat mentén indítják útjára a Gordon tréninget Kőbányán a Kőrösiben.
kezdőpedagógus koromban éreztem úgy az első osztályomban állva, hogy nagyon-nagyon jó, hogy egy csomó csillogó szemű gyerek rám néz, de láthatóan vannak, akik nincsenek itt. Tehát nincsenek kész a tanulásra. És szerencsére abban a pillanatban eszembe jutott, hogy a pedagógus képzésem során a főiskolán én már hallottam a Gordon módszerről a pedagógiai gyakorlattantárgy keretében, és mivel fiatal voltam, 20 éves gyerekem se volt, tehát az is nagyon foglalkoztatott ezzel egy időben, hogy a szülők mitől fognak engem komolyan venni. Habár természetesen felkészültnek éreztem magam a tantárgyaimban, de a kapcsolat a gyerekekkel, a családokkal, az számomra nagyon fontos volt elejétől fogva, és olyan szerencsém volt, hogy a Gordon módszer meghonosítása akkor kezdődött Magyarországon, hát ezt elmondhatom, hogy ez 30 éve volt, és elejétől fogva részt vehettem ebben a munkában, nagyon-nagyon örülök neki, és még azt is szeretném elmondani, hogy ez Kőbányához kötődik, hiszen már akkor kapcsolatunk volt a Köszivel, először a Köszivel, és az én első csoportom is a Kösziben zajlott. Méghozzá olyan nagy érdeklődés volt, hogy amikor a 30. résztvevő bejött, akkor a kollégámmal, hiszen mi leggyakrabban páros vezetéssel tartjuk a Gordon csoportokat, egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy ha még egy valaki bejön, akkor ketté osztjuk ezt a csoportot. Végül ez nem így történt meg, de egy nagyon nagy létszámú, nagyon érdeklődő közönség volt a legelső csoportunkon, és ez az élmény is egy nagyon fontos volt a számomra, mert hogy utána én már teljesen ennek a módszernek szenteltem a szakmai életemet. Pontosan mit akar ez? A nevelést azt kommunikációs helyzetek során valósítjuk meg. Ez lehet, hogy meglepő azoknak is, nekünk, akik nevelők vagyunk, hiszen én is pedagógus vagyok alapvetően, hiszen éveket tanulunk arról, hogy hogyan tanítsunk meg tantárgyakat. De az a Carl Rogersi örökség, hogy a tanulás az egy kapcsolaton keresztül valósul meg, és ez nagyon igaz egészen a fiatal felnőtt korig, ez az egyik legfontosabb útra való nekünk pedagógusoknak, és akkor most áthelyezve magamat is a szülői szerepembe, nekünk szülőknek is. Tehát azt hiszem, hogy amikor szülők leszünk, akkor vannak ködös elképzeléseink arról, hogy ez mennyire jó lesz, vágyunk arra az életre, hogy együtt már megéljünk egy egészen másfajta szerepet, viszont pontosan a gyerekeinkkel, és először persze azzal a kicsi babával való napi helyzetekben mutatkozik meg az, hogy mit is hozunk magunkkal. Mert hát abból kezdünk szülővé válni, abból az eszköztárból, amit eltanultunk, amit láttunk a saját szüleinktől. És nagyon meglepő az, hogy az, amikor Kiki azt tapasztalja magáról, hogy mondjuk szó szerint képes azt mondani a gyerekének, amire aztán visszaemlékszik, hogy na ez volt az, amit mennyire nem szerettem hallani a szüleimtől vagy a tanáraimtól. Például azt, hogy lehetsz ilyen lusta, teszem azt, vagy hogy hagyd már abba. Tehát ezek, és ez mind sok-sok apró hétköznapi kommunikációs helyzet, na de a kapcsolatunk az ebből fog kialakulni. És ez az, amivel a Gordon módszer foglalkozik. Hogyan tudják ezt a megfelelő kommunikációt átvinni, átadni a szülőknek, megtanítani, vagy akár az óvodapedagógusnak, vagy az iskolában tanító pedagógusnak? Mennyire nehéz ezt megtanulni? Először is a Gordon könyveket 30 éve adjuk ki Magyarországon, ez is a tevékenységeim közé tartozik, tehát a könyvek gondozása, kiadása, kereskedelembe juttatása. Egyébként nagyon boldogan mondom el azt, hogy például a szülői eredményességi tréning könyvet, vagy az Emberi kapcsolatok című könyvet, ami Thomas Gordonnak, a szerzőnek az életmű összegző könyve volt, vagy a vezetők könyvét, vagy a pedagógusoknak szóló könyvet, ezt úgy kell készleten tartanunk, mint mondjuk az angol szótárat. Tehát ha belegondolunk 30 évbe, akkor ez alatt azért mondjuk 2 szülőgeneráció következett már, és ők újra és újra keresik ezeket a könyveket. Amikor megújítottuk a könyveket, akkor én azt tapasztaltam, hogy csodálatos, hogy ez a szöveg nem avult el.
Beemeltük persze a példatárba az esetek közé a mobiltelefont, meg az iPad-et, meg a mai élet egyik ütközőpontját a családokban, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket a képernyőtől elcsábítani. Ez persze nem volt 30 évvel ezelőtt, viszont az a mód, ahogy hozzá tudunk nyúlni ezekhez a problémákhoz, az kristálytisztán nyilvánul meg ebben a módszerben. Tehát a kérdésére válaszolva az egyik a könyvek. A másik pedig az az élmény, a saját élmény, és a tanfolyamaink azok saját élményre alapulnak, így is hívjuk őket, hogy saját élményű csoportok. Úgyhogy számos különböző tanfolyamunk van a Gordon módszer alapján, hiszen ezek akkreditáltak is a magyar továbbképző rendszerekben, pedagógus képzésben és szociális ellátórendszerben is 30 pontot érnek a szakdolgozóknak, akik ezt elvégzik, de ami ebben nagyon lényeges az az, hogy ők eljönnek, és nem valamilyen elméleti fejtágításban van részük, hanem egy nagyon pozitív, nagyon kreatív, elfogadó légkörben arra van lehetőség, hogy önmagukról, a saját érzelmi működésükről, reakcióikról megtanuljanak dolgokat, észrevegyék, hogy mi az, amitől azért szívesen megválnának, mert mondjuk nehezen tud, gondolok most itt kisgyereknevelőkre például, hiszen a bölcsődékkel nagyon régi a szakmai kapcsolatunk, a kőbányai bölcsődével is, nagyon sok kisgyereknevelő végzett már Gordon tanfolyamot. Például náluk is azt tapasztaljuk, hogy sokkal könnyebben és a szakmai tudásukat nagyon jól kamatoztatva tudnak a gyerekekhez viszonyulni, és sokkal nehezebben a szülőkhöz. Holott ebben a nagyon kis gyerekkorban, de azért ez így marad még az általános iskola alatt is, nagyon fontos lenne az, hogy a családokkal legyen egy olyan elfogadó kapcsolat, ami nem tévesztendő össze a haverkodással, amiben a szakember, a kisgyereknevelő, később az óvodapedagógus, a tanítók, a tanárok a maguk szakmai tudását bele tudják adni a szülővel való viszonyba is. Én például ebben rengeteg lehetőséget látok. Mi a Gordon tanfolyamon tanítjuk azt az autentikus tanácsadó attitűdöt, amivel tényleg tudok segíteni a szülőnek, hiszen a szülőnek 1, 2, 3, nagyon ritkán van, hogy több kamasz gyereke lesz élete során. Nekem meg ez a munkám, tehát valószínűleg én erről sokat tanultam, nagyon sokat tapasztalatom, és milyen jó lenne, hogyha ezt nevelőként úgy tudnánk elmondani, hogy a szülő nem hibáztatva érezné magát, nem letolva, amitől nyilvánvalóan bezárkózik, és egyáltalán nem fog semmit átvenni abból, amit mondok, hanem tudjak vele úgy beszélgetni, hogy neki van most ez a nehézsége a gyerekével, vagy nekem is van az iskolában ezzel a gyerekkel, de nézzük ezt a gyereket, ő most ebben a fejlődési korban van. Hogyan tudjuk mi az érzelmeinket kiadni felé, hogy tudjuk az ő érzelmeit úgy fogadni, hogy ebből ne az legyen, hogy bekerülünk két lövészárokba egymással szembe, hanem hogy támogatni tudjuk őt ebben a korban is, amit ugye sok szülő igazán nehéznek gondol. A lövészárkos hasonlathoz hozzászólnék még annyit, hogy az egy dolog, hogy a szülő a bal oldalon, a tanár pedig a jobb oldalon, a gyerek meg középen áll. Igen. Tehát ez a probléma igazából. Igen. Mennyire válik be ez a módszer a mai rohanó világunkban? Mennyivel van nagyobb szükség a mai világban az ilyenfajta segítségre? Őszintén megmondom, hogy én 30 évvel ezelőtt nem gondoltam azt, hogy 30 év múlva még ugyanúgy leülünk egy Gordon csoportban. Tehát én tényleg azt hittem, fiatal pedagógusként, aztán szülőként, hogy meg fog történni egy szemléletbeli váltás, és ezek bekerülnek a tudott készségeink közé. De azt kell mondanom, hogy ez nem így van, hanem sokkal távolabbról hozzuk ezeket a nevelési mintákat. Különben ezt ma már a pszichológia sok tudományágon keresztül is bizonyítja. Tehát nemzedékekre visszanyúlóan hozzuk azokat a mintákat, amikkel elkezdünk viszonyulni a gyerekekhez. De ami talán még fontosabb ebből, hogy elkezdünk viszonyulni azokhoz az érzelmeinkhez, amik minket bénítanak bizonyos helyzetekbe, és nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy esetleg agresszíven kezdünk szólni a gyerekünkhöz, akár az iskolában is például. Tehát nem elég az, hogy a törvénykezés szintjén ma már egészen más az, ahogyan leírjuk
a szülő-gyerek kapcsolatot, vagy a köznevelés területén a tanulókhoz való viszonyt. Ehhez meg kell szerezni azt a személyes indítatásunkat is, meg azokat a személyes készségeket, amivel tényleg máshogy tudok viszonyulni. És nem következik be az, amitől nagyon sokan tartanak, hogy persze, hát itt ez most valami olyan, hogy majd itt a gyerek fog a fejünkön ugrálni. Hát nem olyan, tehát azzal ugyanúgy nem lennék elégedett, hanem pont arról van szó, hogy hogyan tudunk egy különböző életkorban lévő gyerekkel vagy gyerekcsoporttal együttműködően viszonyulni egymáshoz, hiszen azt szeretnénk például egy osztályteremben is, hogy ott akkor is legyen egy nyugodt munka, amikor én mondjuk 5 percre kihúzom a lábam, hiszen van valami fontos megbeszélni valóma az igazgatóval vagy a kollégámmal, hogyha ha kézi vezérlésen alapul a gyerekek viselkedése, ezt mindannyian tudjuk, hogy abban a pillanatban felborul a rend. Tehát pontosan arra törekszünk a szülői szerepünkben is, meg pedagógusként is, hogy belsővé váljanak a gyerekben azok az értékek, amit mi a viselkedésről, az egymáshoz való pozitív viszonyulásról gondolunk. Tud nekem mondani esetleg egy érdekes, konkrét példát? Vegyük azt, hogy a pedagógus oktatna, a gyerek rosszalkodik, hogyan kezeli ezt a helyzetet az, aki elvégezte a Gordon tanfolyamot mondjuk? Például olyankor, amikor ülünk egy bármilyen bemutató órán, akár szülőként is, vagy egy nyílt napon, és akkor van egy olyan helyzet, amikor egy gyerek közbevet, úgyis mondhatnám, beszól valami olyat az óra menetébe, ami nem oda kapcsolódik. Ez 2-3 másodperc szokott lenni, környezetében ülők nevetnek egyet, és nagyon érdekes, hogy ilyenkor hányféleképpen lehet reagálni. Például, hogyha a tanár azt mondja, hogy na, hát állj fel, tehát most mondd meg, mi szükség volt erre. Hát megakasztod a tanítást. Azzal, hogy beszólsz, percek telnek el. És amikor ott ülök, akkor érzek magamban egy ilyen sürgetést, hogy szeretném nézni az órámat, hogy ezzel telnek el percek. Tehát ha mondjuk a tanár készen van a humorával, és azt mondja, hogy köszönjük, és ezzel megyünk tovább, például, akkor ez csak 3 másodperc volt, és esetleg abból a vidámságból eredő energia ott maradt a dologba. De azt is tudom persze, hogy nem vagyunk mindig elfogadóak, és nem is szeretném, hogy ez mint egy elvárás legyen a pedagógusok vagy a szülők előtt, hogy mi mindig jó fejként kell, hogy fogadjuk a gyerekek megakasztó viselkedéseit is. Lehet, hogy itt mondhatom azt, hogy ilyenkor félek nagyon, hogy elveszítem a fonalat. Akkor, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy én üzenet most, akkor valamit őszintén mondtam magamról, nem a gyereket minősítettem, ez se vett el több időt, de eljuttattam egy valódi üzenetet, és azt gondolom, hogy a gyereknek is fontos az a kapcsolat, amiben részt vesz, és ez a legjobb módja annak, hogy megragadjon nála, hogy miért is nem jó az a viselkedése, amit csinál. Hiszen tudjuk, hogy a gyerekeknél egy különböző szerepekbe kerülnek bele egy osztályközösségben, egész más, mint amikor egyedül vannak otthon. Eszembe is jut, hogy egyszer azt mondta egy kollégám, hogy ülök a szülői értekezleten, és mit akar nekem mondani ez a pedagógus a gyerekemről? Hát én ismerem azokban a kis családi helyzeteimben, de nem ismerem őt akkor, amikor ott van egy nagyobb közösségben. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, amit a pedagógus mondani akar nekem is, szülőnek is, és a gyereknek is. Viszont ennek a legjobb módja, hogyha ezt tudja mondani én üzenetes formákban, hiszen akkor nem jön át vele egy hibáztatás, egy szemrehányás, egy cikizés, amik olyan mellékes, de nagyon lényeges elemei az üzenetnek, amitől a gyerek, vagy akár én szülő, mikor ülök a fogadóórán, akkor ilyen védekező pózban merevedek, és már igazán nem hallom a lényeget. Jól érzem egyébként, hogy az iskolából kilépve, az iskolán túl, az élet bármely területén használható ez az egész. Hát így van, persze. Tehát amikor esetleg megtanulunk autót vezetni azért, hogy könnyebben eljárjunk a munkánkba, akkor persze autóval fogunk menni a családi nyaralásra is. Tehát ugyanúgy egy nagyon jól használható készségtárról van szó, de azért megmondom a kereteit is. Thomas Gordon úgy fogalmaz, hogy a számunkra fontos kapcsolatokban. Ez egy alapvetés. Tehát én fontosnak érzem a kapcsolatot a gyerekkel, és ő is fontosnak érzi velem. Lehet, hogy
Nagyon érdekes az is, amikor nem szereteten alapul ez a kapcsolat, vegyünk például egy munkahelyet, nem feltétlenül szeretjük egymást, de érezzük, hogy az együttműködésre szükség van. Ezért a kapcsolat fontos. Ez egy elég motiváció ahhoz, hogy kihozzuk a legtöbbet magunkból a kapcsolati készségeinkben is. Olyankor, amikor valaki már úgy érzi, vagy egy gyereknél úgy érezzük, hogy az iskolával nem tudunk már zöldágra vergődni, egy ember úgy érzi a munkahelyén, hogy sok tekintetben megkérdőjeleződik, hogy fontos-e ez a kapcsolat, ne adj Isten, valaki így érzi a házasságában, akkor ebből az fog következni, hogy kilép belőle. Ez sem feltétlenül kudarc, mert lehet, hogy abban az élethelyzetben ez a legjobb, amit tehetünk. Mi viszont arra koncentrálunk, hogy ezekkel a típusú kapcsolati készségekkel, tehát az értő figyelemmel, az én üzenet fajtáival, a konfliktus megoldásnak, a kreatív és az energiát felszabadító módjával, ezzel a kapcsolatot meg tudjuk őrizni. Mesélj el nekem, hogy mikor kezdődik ez a tanfolyam, hány alkalmas lesz, kiket várnak rá, hány csoportból fog állni, és egyáltalán, hogy miért jó ide eljönni? Először egy csoportból fog állni, aztán lehet, hogy ugyanúgy folytatása lesz, mint évekkel ezelőtt, amikor már rendszeresen dolgoztunk itt a Kösziben. Most a Kőrösi lesz a helyszínünk. Október 9-én kezdődik a tanfolyam, november 20 lesz az utolsó alkalom. Ez azt jelenti, hogy 6 keddi napon, délután 4-től 8-ig. Szülőket és nevelőket várunk, és nagyon hálás mindig az, amikor ilyen tekintetben is vegyes a résztvevők köre, hiszen hát ez egy óriási adomány, hogy szülőként én belehelyezkedhetem egy nevelő szemszögébe, és fordítva ugyanez, ez mindig hozzátesz ahhoz, amit tanulni tudok a szerepről. Gyakran megkérdezik a résztvevők jelentkezéskor e-mailben vagy telefonon is, hogy az én gyerekem kicsi, itt kisgyerekesek lesznek, vagy az én gyerekem kamasz. Az én tapasztalatom és a meggyőződésem is az, hogy sose teszünk be ilyen korosztályi korlátot. Az nagyon jó, hogyha nagyon vegyes a korosztály, hiszen sokszor mondjuk egy kisgyerekes szülő rádöbben arra, a kamasz gyerekes szülő eseteit hallva, hogy na én ott éltem meg valamit kamaszkoromban, amitől mondjuk már most görcsös vagyok, és most mondjuk már teljesíthetetlen elvárásom van a két éves gyerekemmel kapcsolatban. Tehát valójában az a jó, hogyha ebben nincs semmilyen életkori korlát, és most sem lesz. Az október elején induló Gordon tanfolyammal kapcsolatban Győrfi László, a Kőrösi ügyvezetője elmondta, a tréningnek vannak kőbányai előzményei, most pedig úgy érezték, ismét életre kell hívni ezt a segítő kurzust. Egy művelődési háznak mindig nagyon fontos az, hogy milyen állandó programokat szervez, és az állandó programok azok, amelyek ugye biztosítanak egy állandóságot a vendégek tekintetében, de mondhatjuk azt is, hogy a bevétel tekintetében, és ez a tanfolyami rendszer. A szeptemberben szoktuk ugye indítani, ilyenkor van lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy mi az, amire igény van, illetve milyen új tanfolyamokat indítsunk. Egyrészt ennek van egy olyan része, amit ugye a piac igényel vagy diktál, de természetesen mi is mindig gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk megújítani ezt a tevékenységünket. Ezt tettük most is, hiszen látható, hogy van több új tanfolyamunk, amiből most kiemelek kettőt talán, ugye az egyik az, ami a kézműves dolgokhoz kötődik, hiszen beruháztunk olyan eszközökre, meg egy nagyon-nagyon komoly kemencére, ami lehetővé teszi, hogy egy kerámia tanfolyamot indítsunk gyerekeknek, felnőtteknek. A másik az pedig, hát egy igen izgalmas dolog, mégpedig egy Gordon tanfolyam. Mi azért azt látjuk, hogy szükség van arra, hogy akár szülőknek, pedagógusoknak tudjunk szakmailag is jó dolgokat nyújtani, és hát ez, ami elsősorban most a
gyerekek nevelésére korlátozódik, vagy vonatkozik. Ez a tréning, amit szeptemberben szeretnénk elindítani. Van ennek előzménye, hiszen amikor én az művelődési házba elkezdtem dolgozni már nagyon-nagyon régen, akkor ez volt az első ilyen siker tanfolyamon, ami a szülői eredményesség tanulása címet ugye viselte, és Kőbányán szerintem akkor honosítottuk meg ezt az egész dolgot, hiszen nagyon, első körben nagyon sok óvónő jelentkezett, és utána ők ezt ugye vitték a óvodájukba, illetve szakmai körökbe. Eltelt egy jó sok idő, és úgy gondoltuk, hogy ezt szeretnénk újból elindítani, ezért kerül sor erre a tanfolyamra össze. Az itt működő, itt folyó tanfolyamok, mondhatjuk, hogy minden generációt lefednek. Mégis azt kérdezem, hogy melyik az a korosztály, akit a legjobban érdekelnek ezek a tanfolyamok? Beszélhetünk idősekről, középkorúakról, fiatalokról, és ha tud nekem számmal szolgálni, körülbelül az összes tanfolyamot egybevetve hányan járnak ide? Ó, ez egy nehéz kérdés. Van statisztikánk, tehát azt ebből ki lehetne bogarászni a látogatói létszámot illetően. Nem tudok erre most pontos számot mondani. Ami hogy kik látogatják a tanfolyamainkat, ugye azt látjuk, hogy a családok, ugye az azt jelenti, hogy a gyerek tanfolyamok a legnépszerűbbek, utána van a közép réteg, ugye, akik a 30-40 év körüliek, és vannak a nyugdíjasok. Tehát ugye, hogy igazából aki hiányzik, és ez szerintem jellemző a művelődési házakra, nem csak nálunk, hogy a középiskola, főiskolások azok az a réteg, akiket nagyon nehéz bevonni ezekbe a programokba. Van erre is természetesen ugye törekvésünk, meg programjaink, ők a legkevésbé vannak jelen a művelődési házaknak az életében, de a többi telephelyünkön is, akár a Köszibe, Újhegyen hasonló a helyzet. Mit terveznek még a jövőben tanfolyamok tekintetében? Hát most szeretnénk a meghirdetett tanfolyamokat sikeresen elindítani, és aztán utána hát gondolkodunk azon, hogy majd a következő fél évben vagy évben mit fogunk majd kitalálni. Szeretnénk ezeket most úgy elindítani, hogy valóban sikeres legyen minden szempontból. A szülői eredményességi tréning október 9-én kezdődik, az utolsó óra pedig november 20-án lesz, ami azt jelenti, hogy az akkreditált képzés 6 héten át tart majd a kőbányai Kőrösiben. A keddenként tartott alkalmak délután 4-től este 8-ig tartanak majd, így adva lehetőséget szülőknek és nevelőpedagógusoknak arra, hogy eredményesebb kapcsolatokat alakíthassanak ki a gyermekekkel.